hogyha a Terézváros kulturális életéről van szó, akkor nem maradhat ki az 5-ös 10, mint kulturális szintér, és évek óta nagyon jó helyet foglal el benne egy olyan műhely, aminek az a neve egy Laza Paca, a két vezetője és két mestere a vendégünk, Boros Réka és Farkas Adrián, köszöntelek benneteket. Hát nálatok nem csak az év közben zajlik az élet, hanem a nyári táborozások és szabadidő ideje alatt is. Túl vagytok a Laza Paca táboron, és most készültök 12-én a műhely titkokra. Milyen volt az idei táborotok? Évek óta tartjuk ugye ezt a tábort, és minden alkalommal nagy örömökkel, kisebb-nagyobb akadályokkal, de azért azokat leküzdve zajlik végül is a tábor. Gyerekek is általában nagyon-nagyon szeretik, több visszajáró gyermekünk is van, úgyhogy az idei is ugyanígy nagyon jó hangulatban, vidáman telt. Mi az általános, hogy azok a gyerekek jönnek el a táborba, akik évközben a műhely munkájában részt vesznek, vagy pedig vannak olyanok, akik évközben nem találkoznak veletek, és mégis egy nyári turnusban, egy 5 nap alatt megpróbálják a kézügyességüket fejleszteni? Nagyon vegyes. Az alapja az általában mindig a szakkörből kerül ki, tehát ezt úgy lehet mondjuk, hogy fele arányban, és hát teljesen úgy mondom, hogy idegen gyerekekkel is összehoz így a sors minket, illetve vannak olyanok, akik csak a táborainkba vesznek részt érdekes módon, mert nem fér bele az idejükbe a mondjuk a szerda délutáni szakkör, vagy a hétfő délutáni szakkör, viszont a táborainkba visszajárnak. És ez nekünk egy ilyen nagyon jó érzés, hogy ezek szerint a tábort is sikerül úgy összehozni, hogy az is egy ilyen maradandó élmény legyen. Mind a ketten gyakorló pedagógusok vagytok, te általános iskolába tanítasz, te pedig a modelliskolába tanítasz. Ez azt jelenti, hogy két különböző területről jöttök, és mind a ketten ugye művésztanárok vagytok, tehát azért megvan a kreativitás, a gyakorlat. Abból az életetekből, tehát a modelliskolai életből, általános iskolai életből, mi az, amit a legjobban tudtok hasznosítani ezeknél a, ti azt mondtátok, hogy szakköröknél, de hát tulajdonképpen műhelyi munkáknál? Ugye nekem textiltervező a végzettségem, illetve ugye mellette tanár. A műhely titkokat például aszerint találtuk ki Adrival és alakítjuk, hogy ötvözzük a divattervezést és ötvözzük a rajz készségek fejlesztését. Tehát lényegében mind a kettő terület az én részemről, amit tudok hasznosítani. A kicsiknél, a Laza Pacán, ott pedig abszolút a kreativitásra megyünk rá, ott nincsenek szabályok, rajzoktatás sincsen úgy effektíve, hanem tényleg a szabad alkotása a fontos. Ez egy furcsa dolog, a rajzot tanítani. Én általános iskolában tanítottam rajzot, hiszen a tanítónéniknek még abban az időszakomból kellett tanítani. És most, hogyha így idősebb fejjel visszagondolok erre az időszakra, akkor nem tudom, hogy helyesen tettem-e, hogy megpróbáltam nekik úgy megmutatni dolgokat, hogy én egy keretek közé szorítottam őket. Mennyire kell őket hagyni a saját útjukon, hol kell beleszólni a fejlődésükbe? Ez nagyon jó ez a kérdés, és nagyon szépen köszönjük a kérdésedet. Ezt már nagyon sokszor belementünk ebbe a kérdésbe, és nagyon sokszor szeretjük is elmondani, hogy nem szabad, tehát hogy egyenesen így tilos kicsiket rajzolni, tanítani, 10 éves korig egyáltalán nem, és utána lehet megmutatni nekik egy-két fogást, de ott is jobb szabadon engedni, tehát hogy ott is nem tudjuk, hogy miért pont az a tárgy, az a szívecske, az akármilyen figura, amit ő 50-szer lerajzol, valamiért az neki fontos, és valamiért ő ott tudja, vagy azáltal tudja a legjobban elmondani, kifejezni azokat a dolgokat, ami vagy bántja, vagy nem tud túljutni rajta, vagy teljesen mindegy, az foglalkoztatja. És hogyha őt az foglalkoztatja, akkor az kell neki ebben az életkorban.
több olyan szülő volt, aki kifogásolta azt a mi szakkörünkbe, hogy nem születnek Monet-szerű tájképek, és nem születnek tökéletes lovak, és anatómiailag pontos rajzok a szakköreinken, nem, és nem is fog a lazapacán soha. Tehát, hogyha valaki ilyen módon szeretné felkeresni a mi szakkörünket, akkor azt tényleg ne tegye, mert ebben biztos, hogy nem leszünk partnerek, minden másban partnerek vagyunk. Beülhet hozzánk a szülő akármeddig, ameddig csak szeretne. Ha egész évben szeretne ott lenni, egész évben ott lehet. Mesélni szoktunk a gyerekeknek, mese alapján indulunk el egy történetből. Általában van olyan, hogy fordítva történik, hogy rajzolunk, és utána alkotunk belőle mesét. Tehát sokféleképpen történik, de mindenféleképpen az arra támaszkodunk csak, hogy az ő fantáziáját mi ragadta meg ebből az egészből. És ha csak éppen két szín, akkor éppen csak két színt fog lerajzolni, mert őt éppen az érdekelte. Tehát nem tanítjuk őket, semmilyen rajzi tudást nem adunk hozzá. Maximum olyan dolgokat tudnék itt felsorolni, ami mondjuk eszközhasználat. Tehát abba próbálunk nagyon tágan olyanokat is, mint például a grafikai elemek, vagy volt már olyan, hogy Réka a varrást belevitte, tehát hogy nagyon sok mindent, de inkább csak ez a technikai részére vonatkozik. Említettétek, hogy 10 éves korig nem szabad, és most egy picit muszáj vagyok a pedagógust, az iskolai pedagógust kérdezni, hogy akkor meg minek alapján osztályoznak a tanítónénik? Hát ez egy nagyon régi és mert ős probléma. Megnézni, és azt, hogy erre miért kapott 5-öst, arra meg miért 3-ast? Mindig a gyereket nézzük. Mindig azt nézzük, hogy ő honnan indult el, hová érkezett, mennyi energiát tett bele. Lehet az tényleg egy szívecske, amit ő egész végig csinál, és tudom azt, hogy az neki fontos, azt ő megcsinálta teljességében, a másik pedig létrehozott egy nem tudom én milyen csodát ott a papíron, de ő arra képes, vagy ebből indul bánki, ő neki volt esetleg tehetsége, előképzettsége, sok minden, érdeklődése. Nem lehet másképpen, csak úgy, hogy a gyereket nézem, hogy ismerem, tudom, hogy ő ez ilyen, és ő ott beleadott ebbe mindent. Vagy éppen van a fordítottja, hogy nagyon tehetséges, és tudom, hogy nagyon sok mindent tudna, és pont nem érdekelte a feladat, és hát akkor azt kell, hogy mondjam, hát ez is rendben van, téged ez most nem érdekelt, de én ugye erre nem tudok most ettől jobb jegyet adni. Nyilván én szerintem művészeteknél nem érdemes ilyen nagyon rossz jegyekre gondolni, de van olyan, hogy valaki beadja az üres papírt, azért az iskolában előfordul, és azt mondja, hogy ez egy habastáj, amit éppen megvilágít a fény, tehát hogy ebben is találkozik az szerintem ember. Szerintem az 7.-8. Az igen, az pontosan ez a korosztály, igen. Egyébként, hogy mennyire változik a művészet oktatásnak a kérdése, eszembe jutott egy művésztanára a középiskolából, nem engem tanított, hanem a testvéremet, és betűket, illetve számokat kellett írni mérnöki pontossággal, és hát mintán az én apukám is mérnök volt, és elég sok mérnök apuka volt, gyakorlatilag ők versenyeztek egymással, mert a gyerekek képtelenek lettek volna azokat a betűket úgy megrajzolni, ahogy az elvárásnak megfeleljen, és akkor néztük, hogy hát a X apuka az 2-es kapott, az Y apuka 3-as kapott, szóval elég érdekes dolgok tudnak születni, és van azt hiszem minden családnak a praxisával, vagy a történetében legalább egy-két ilyen történet. De visszatérünk oda, hogy a jövő héten művésztábor lesz, méghozzá Műhely titkok címmel ez. Milyen típusú gyerekekre épül ez a tábor? Akik nagyon ügyesek, akik nagyon kreatívak, vagy pont azoknak lehet jó, akiknek két bal kezük van? Hát akik érdeklődőek, őszintén szólva. Nincsen semmilyen elvárás, semmilyen készséggel nem kell rendelkezni, semmilyen felvételi nincsen, tehát semmi ilyesmi. Érdekelje a téma, szeressen alkotni,
és mi szívesen látjuk, tehát lényegében ennyi a... Milyen anyagokat használtok ebben a táborban? Hát itt most ugye ez egy vegyes dolog lesz megint, tehát lesz egy kicsit egy ilyen divattervezős része, és ugye lesz a hagyományos festészet, grafika, formázás. Tehát itt most úgy gondoltuk, hogy agyagozás lesz, fogunk készíteni ékszert ilyen levegőre száradó gyurmából, fogunk készíteni egy festményt, ami természetesen, mivel a témánk Egyiptom lesz, így minden köré fog csoportosulni, illetve lesz ruhatervezős része, és karkötőt fogunk fonni, illetve batikolni fogunk pólót. Általában pólófestés az mindig az a legnagyobb siker. És hát szoktunk bele szervezni mindig egy ilyen külön programot. Itt most a Szépművészeti Múzeumban kértünk egy tárlatvezetést az egyiptomi kiállításhoz. Miért pont Egyiptom lett a központi téma? Valahogy ezek mindig úgy jönnek, hirtelen beugrik valami, hogy most legyen ez. És akkor ez. Tulajdonképpen Egyiptomban nagyon sok minden belefér, mert az ember maga elég képzeli, tehát az ékszer, a kreativitás, a divat, a művészi alkotások elkészítése, az mind ebbe tökéletesen beleillik. Talán jobban tudják fogni a gyerekek, mint hogyha most azt mondtuk volna, hogy a Római Birodalomból veszünk, mert ott azt annyira... Azt is meg tudjuk oldani. Azt is meg tudjátok. Azt is meg tudnánk oldani, igen. De ettől függetlenül azt gondolom, igen, hogy ez egy jó választás. Hány éve is megy ez a Lazapaca műhely az 5-ös 10-ben? Hanyadikát kezditek majd szeptembertől? Szeptembertől az 5-et, eddig 4 évet dolgoztunk együtt. A párosotok itt jött össze, vagy volt előtte már valami olyan? Egyetemről találkoztunk. Igen. Egerbe jártunk a rajztanári mesterszakra, és ott voltunk egy csoportban, és onnan van a barátság, és aztán igen, onnan adódik. Igen. Volt-e közös kiállításotok, vagy olyan közös munkátok, ami, igen, már igen, nem is folytatom a kérdést, mi volt ez? Az 5-ös 10-ben volt többször. Három igen, alkalommal. Igen. Mi az, amit ezeken a kiállításokon meg tudtatok mutatni magatokból, illetve a művészi alkotásaitokból? Hát... Az utolsónál, annál az egy nagyon érdekes dolog született, mert ugye a kollázs volt egy kicsit a téma, és én ugye festőszakot végeztem, és akkor már régóta kísérleteztem avval, hogy én is valahogy így varrok, meg a kollást is így beleviszem, úgyhogy a Réka hatás ott nekem megjött. De egyébként... hihetetlen, hogy mennyire másképp dolgozunk. Tehát, hogy érdekes, hogy a személyiségünk, amikor így megjelenik így a falon, akkor az ilyen őrületet tud képezni a Rékának a precizitása és ez a visszafogottsága. Nálam meg ezek a színkavalkádok, tehát ugye nagyon érdekesen tudnak kijönni a kiállításaink szerintem. Tehát, hogy így nagyon... Nagyon a következő évben is lesz? Nagyon remélem. Mindig kopogtatunk. Helyes. Nagyon sok sikert kívánok a táborhoz, köszönjük, és ha valaki szépen úgy érzi, hogy kedvet kapott ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen műhely munkában, rengeteg technikát ismerjen meg, és egy kicsit beleássa magát az egyiptomi művészetbe többféle szempontból, akkor az részt tud még venni az 5-ös 10-ben a jövő héten induló Műhely titkok című táborban. Még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen.